Well, boldog évet! Kocsi ablakból. Hát, hol vagyok itthon? Hát a tizenesekben vagyunk. Közben spartozok. Nem mint a markát reklámoznék. Tehát 2021. januári a tízesekben vagyunk, a tizenvalahányadika, nem tudom pont mennyi. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy hogyan tovább kérdést vitatnám meg azoknak, akik ott tartnak, hogy most már el is szeretnének helyezkedni. Na. Munkahely terén. Ugye nem állt figyelni ezeket a dolgokat, hogy a vasút hol tart, a vasúti ipar hol tart, és mikor arról beszélnek, hogy vasút egy green, és a vasútot támogatni kell, új vonatokat kell venni, új szolgáltatásokat kell nyitani, bővíteni, meg ilyesmi, a vasúti szállítás a jövő, akkor valahogy te úgy tartod, hogy állj meg, mert te is részese vagy. Ha nem csak viccből csináltad meg az iskolát, hanem azért is, hogy dolgozz is benne. De mielőtt oda jutnál, pár dolog, amit nem állt tudni. Az iskolát megkaptad, te kell egy szakdiplomát kapj, vagyis egy professzié, vagyis egy szakmád lesz. A szakmának a neve mozdonyvezető. Száz emberből egy se, és ezer emberből vagy kettő van, aki ezt a szakmát válasz. És fontosnak találom elmondani azt, hogy jelenleg hol tart az egész, és miért lehetsz te is fontos, ha ezt a szakterületet választod. Tehát a piac megvan, jelenleg azt lehet mondani, hogy az orvosok és a tudósok után a harmadik legjobb, legjobban fizető ág. És ezek mellett még azt is el lehet mondani, hogy nem csak, hogy legjobban fizet, hanem mégis nagyon megbecsült és tiszteletbeli munka. Visszatérve a diplomára, megkaptad, te a diplomát, egy szakdiplomát kapsz, amit a Vasút Technikai Iskola, jelenleg a Csenafer, ez úgy jön ki románul, hogy Centro Nacional de Instruirési Kvalifikára felüljön. Tehát a vasút, tehát állami intézményről van szó, tehát Centro Nacional, tehát egy nemzeti, ugye, szakképesítési szervezet, egy állami, és van neki székhelye Bukarestben, Brassóban, Kolozsváron, Temesváron, Jászba, Galacon, Konstancán és Krajovan. Tehát 8 hely. Te megcsinálod az iskolát, ami 9 hónap, kapod ezt a szakmát. Ez egy dolog. Ezzel azt csinálsz, amit akarsz, konkrétan nagy dolgot nem tudsz elérni, mert szükséges úgynevezett engedélyek. Mi az engedély? Az engedély az, több is van, csak hogy te angazsálni tudsz egy munkavált, hogy helyezni felvegyenek valóval, következő engedélyre van szükséged, az pontosan
úgy nevezik, hogy segédmozdonyvezetői engedély. Tehát autovizálás, úgy is mondják, szép magyar nyelven, segéd mozdonyvezetői engedély. Jó. Ez meg is van. Azt meg kell csinálni, erre adnak egy papírkart, hogy igenis te már engedélyezve vagy. És mindenképpen tudsz ma állásba állni, tehát tudsz dolgozni. Viszont ez mellett még azt is, tehát jó, ez megkapod, de előbb-utóbb és szuper, te már tudsz dolgozni, te már tudsz pénzt keresni vele. De előbb-utóbb úgyis elküldenek, hogy csináld meg a jogosítványt. Mi is a jogosítvány? A jogosítvány az felhatalmaz tégedet, hogy bármilyen vonatot vezess az unió területén belül, vagy azok a államoknál, mert mostanában úgy van, hogy az unióból úgy mennek ki az emberek, mint a szaros budiból az emberek. Ott menekülnek, ugye? Tehát azok az államok, akik ebbe a nemzetközi konvencióban benne vannak, azok elfogadják a mozdonyvezetői engedélyedet, viszont attól függ, hogy melyik országba mész, ott abban az országban te további engedélyeket fogsz szerezni az adott ország vasút befolyásolási és jelzési rendszereiből, plusz a típusból, abból a mozdonyból, amelyik kell fogsz te dolgozni. Mi a lényeg? Én mit csináltam? Én azt csináltam, hogy megcsináltam a segédmozdonyvezetői engedélyt, és ezután meg szeretném csinálni a jogosítványt, ami uniós, tehát ezt mondtam, hogy ugye akárhol lehet vele dolgozni, a megfelelő felhasználás feltételek mellett. Viszont azok, akik kezdnek dolgozni segédgépészként, és hogy főgépészek legyenek, előbb-utóbb őket el fogja küldeni, hogy ezt az engedélyt csinálják meg, illetve jogosítványt. Jogosítvány egy műanyag lapocska, úgy mint a bankkártyák, vagy a jogosítványok, a személyigazolvány, meg ilyesmi. És csak annyi a különbség, hogy azt írja rajta, hogy európai mozdonyvezetési jogosítvány. Még egyszer, jogosítvány. Ezt te akar, amikor csinálod, ezt te megkapod automatikus unióst. Ennek van egy költségek, kell fénykép, kell bulletin, másolat, pszichológiai és orvosi vizsga, másolat. Általában az az orvosi és pszichológiai vizsga, ami kell az iskolához, az 3 évig érvényes. De te, amint megcsinálod az iskolát, úgy azok az engedélyek még mai világban, mai pillanatban is érvényesek. Csak nem menj ki az évben, akkor újra kell ezt csinálni. Tehát ez így néz ki. A jogosítványhoz kérés kell letenni az AFER-hez, tehát az autorizálásokhoz. Az AFER és az ASFER-e ugyanaz. Egy ilyen intézményhez kell folyamodni. Régiók szerint van, attól függ, hogy ha Romániából vagy, akkor az itteniek a brassói régióhoz tartoznak. Mi az AFER? Ugyan ki, hogy autoritáte a ferroviára a műnő, tehát a román vasúti hatóság. És ez adja ki, ez fel jogosít arra, hogy ezeket az engedélyeket kiadja. Ehhez kell egy kisebb féle, úgy mondja a tanár, hogy banális vizsgát tenni, egy szép összeget le kell fizetni, majdnem 100 valamennyi euró. Nem tudom pont mennyi, de meg tudom, és azt elmondom. És ezzel egy bizonyos nap levizsgázó, sikerült, hazamész, és várod az engedélyt, illetve a jogosítványt. Mész a jogosítványt, kiveszed, és akkor már lehet menni dolgozni. Még egy percben hamar elmondom, a jelenlegi
A kolléga amúgy volt, hogy elment egy vasúti céghez, ami állami. Nem mondok neveket, mert eléggé változatos lesz ahhoz képest, hogy amik ezek a videók lesznek publikálva, addig mi fog történni, tehát addig még van mit átélni. A változások lehetnek az idő alatt. Emelt a céghez. Ne, le szeretném tenni, de ne, mozdulni, mert az iskolát most tettem le. Szeretnék dolgozni, de hagynék itt is egyet, csak akkor melyik a következő. És akkor ott azt mondta, jaj, ne tegyél le máshova, már itt biztosan felvesszük. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ennyire szükség van az emberek. Jelenleg. Kb. Ez, amit akartam mondani. Nem sokára. Ebbe szeretnék segíteni azoknak, akik tényleg úgy gondolják, hogy valamire vinnék az életüket, és mindig a vasút felé, ami komolyabb munkaügy felé szeretnének folyamodni. De ez már a jövő kérdése. És azért azoktól is, akik hogyan állnak a dolgokhoz, és mennyire gondolják komolyan. Addig is ilyen a következő. Na szép.